Silent Angel-nek a legolcsóbb streamerét, a Bremen B1-es teszteltem egy hónapja nagyjából, és hát ez úgy csöppent bele az életembe, mint annó szerintem az Audio Solutions Figaro B, ahogy például a Rega Brio, és ahogy mondjuk a Norma IPA 70B is. Tehát ezek ilyen, azt hiszem, hogy ezek ilyen örök szerelem termékek az adott kategóriában. A Rega Brio is itt kacsingat alul, és azzal is tervezek csinálni jó pár tartalmat a jövőben, mert változatlan az egyik kedvenc hangom, és azt mondom, hogyha minél kisebb, minél kompaktabb, minél szórakoztatóbb hangot akarnék magamnak összerakni valahova, akkor valószínűleg a Rega Brioért nyúlnék. Ahogy például egy Figaro B-ért nyúlnék az adott kategóriában, egy Normáért és egy Silent Angel Bremen B1-ért. Én azt gondolom, hogy az, amennyi bekerül az jelen pillanatban verhetetlen árértékarány szempontjából, ugye jutalmaztam is egy ilyen elismeréssel ezt a terméket, miszerint egy kiemelkedő termék így a kategóriában és árfekvésben. Sok kérdést kaptam, hogy mi a különbség a Bremen B1 és az egyel nagyobbik Silent Angel streamer között, a Munich M1 között. Több változás is van, és vannak olyan funkciók, amiket tud a B1-es, és nem tudja az M1-es, és fordítva is. Szóval nem igazán egyértelmű, hogy kinek melyik való, mert hogy azt érzem, hogy egy kicsit más és más az, ami a termék mögött van, mint elképzelés, funkcionalitás és felhasználó élmény. Szóval ezekre szeretnék gyors választ adni, ami valószínűleg segíthet mindenkinek eldönteni, hogyha kvázi a büdzsé mindegy, hogy a kettő közül melyiket választod, akkor hogy milyen szempontok alapján is érdemes erre a kettő streamerre tekinteni. Szóval írtam pár dolgot, amit tud a B1-es és az M1-es nem tudja, és fordítva is pár dolgot, amit az M1-es tud, de a B1-es nem tud, és szerintem ezek az egyik legfontosabb paraméterek lesznek a döntés előtt. A Bremen B1-es tud Wi-Fi kapcsolatot, Bluetooth kapcsolatot, Tidal Connectet és VitoS Lite applikáción keresztül lehet kezelni. Na most ezeket, amiket most mondtam, az M1-es nem tudja. Tehát az M1-es csak Ethernet kábelen keresztül lehet használni, Tidal Connect nincs benne, és Bluetooth kapcsolatot se kapunk, illetve az applikáció, amin keresztül használod, az egyik komolyabbik Silent Angel app, amit úgy hívnak, hogy VitoS Orbiter. Erre majd egy kicsit később visszatérek. Amit viszont tud az M1-es és a B1-es nem, az Rune, 4 darab USB-A ajzat, amiből az egyik kimenet, tehát egy külső dakra lehet rákötni digitálisan futómű formájában a jelet, illetve van 3 USB-A ajzatunk, amire pendrive-ot vagy külső tárhelyet köthetünk, nyilván erről a zenéket le tudjuk játszani, amire tudjuk használni a tartozék vagy hozzáfejlesztett VitoS Orbiter applikációt. Komolyabb CPU-t kapott, és emiatt egy komolyabb hűtőbordás hűtőrendszert is, mint amit a B1-esben láthatunk. Szálcsiszolt alumínium előlap, ami ugye a B1-esnél valamilyen akril vagy műanyagnak tűnik. És még egy fontos különbség, hogy az M1-es a digitális bemeneteken keresztül nagyobb felbontást támogat, mint amit a B1-es. Úgy emlékszem, hogy a B1-es 196 kHz-ig visz ki PCM jeleket, az OSE-bun, a Coaxon és az i2S-en. Míg az M1-es ugyanezen három kimeneten 387 kHz-et támogat, míg az USB-A kimenetén keresztül 768 kHz-et. Szóval én azt mondanám, hogy a legnagyobb különbség az nyilván ott fog megjelenni a kettő streamer között, hogy az ember akar-e fejleszteni a jövőben olyan irányba, hogy vesz egy jóval komolyabb dakot, mint ami ezekbe be van építve. Szóval ezeket is figyelembe kell venni, hogyha valakinek ez szempont, akkor nyilvánvalóan az M1-es kell választani, ha valakit ez egyáltalán nem érdekel az USB bemenet meg kimenet semmilyen szempontból, akkor meg nyilván a B1-es logikusabb döntés, főleg, hogy ugye pénzt tudunk spórolni. Szóval a hangminőség szempontjából ez kellett egy kis idő, hogy így összerakjam a gondolataimat, mert ahogy itt kapcsolgattam ugye a normálnál ugye az 1-es meg a 2-es bemenetet, és így hallgattam ugye az egyik streamet meg a másik streamet, volt különbség, de nem olyan, hogy akkor most dír arcon ver, hogy Jézus Úristen mennyivel durvábban szól mondjuk az egyik, mint a másik. Tehát nagyon egy skatujába tudnám stílus szempontjából rakni. Amiben viszont jobb szerintem az M1-es az az, hogy plusz kicsi fényt rak a színpadra. Már egyébként a B1-es is elég jól átvilágított színpadot ad, úgyhogy mindent egyértelműen hallasz, mindennek a körvonala nagyon kis éles, jól rajzolt, nincsenek ilyen folyások, lassúságok, vagy bármi nevű ilyen lomhasság a hangképen keresztül. Viszont például handpan játékoknál, akusztikus gitárnál, és minden olyan hangszernél meg hangnál, ahol van egy ilyen pici fényes ilyen felcsendülése a hangnak, főleg a handpanre szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy ott az M1-es, mintha egy plusz pici fényt rakna minden egyes hangnak a tetejére. És ettől lesz egy ilyen extra presence élmény, tehát picivel valóságosabbnak hat az M1-es, mint a B1-es. Önmagában hallgatod a B1-es, akkor az egyáltalán nem tűnik fel, hogy egy picit lejjebb van húzva nyilván a fényerő, mert hogy az M1-hez képest jön ez csak elő, szóval ilyen jellegű különbség az azt gondolom, hogy felismerhető a zenéknek nagyon nagy százalékán. A másik az a tér ábrázolás, amiben szerintem az M1-es ugyancsak jobb. A B1-esnél a tesztben mondtam is, hogy ott érezni talán a legjobban azt, hogy ez nem egy
félmilliós, egymilliós vagy nagyon-nagyon drága streamer, hogy mind szélességben, mind mélységben van azért egy korláta a dolognak. Ezt azt mondom, hogy ez is olyan dolog, hogy inkább más mellett tűnik fel, mert önmagában ezt nem érzékeled. Amikor az M1-esre átkapcsolom, akkor sokkal inkább igaz az, hogy nem a hang falból szól a hang, hanem egy kicsit hátrébről. Szóval ezt a távolsági érzetet köztem és a színpad között azt gondolom, hogy az M1-es jobban kommunikálja. Másik és utolsó észrevételem az az volt, hogy a basszusokat egyszerűen csak az M1-es talán jobban hozza. Nem mondom azt, hogy több, másabb vagy gyorsabb, mert nagyon-nagyon hasonló, viszont azt érzem, hogy bizonyos mérőzenéknél egyszerűen csak az alsó herceg, ezt lehet ilyen 100 herc alatt nézni például, kicsit előrébb jön, olyan, mintha talán neutrálisabb lenne mélyben, mint sem a B1-es. A B1-es hozzá képest picit hátralép mélyben, és keményebbnek hat ezért, vagy szálkásabbnak a B1-es, mint sem az M1-es. Az M1-es, mondom, kijebb hozzá egy kicsit, jobban érzékeled azokat az alsó basszusokat, artikuláltságra nagyon hasonló. Miután összevetettem a kettő streamert úgy, hogy mind a kettőből ugye RCA kábele hoztam ki a jelet, tehát ugye a saját dakjukat használtam, utána végig gondoltam, hogy hát valószínűleg itt az USB kimenettel lehet valami trükközés, hogy kvázi az M1-es ugye szerintem a Wi-Fi és Bluetooth adapter helyére kapott egy ilyen USB modult, én szerintem, mert hogy ugyanott helyezkednek el. És nyilvánvalóan ez papíron, Hi-Fi szempontból többet kéne, hogy érjen, mint sem egy Bluetooth kapcsolat vagy egy Wi-Fi kapcsolat. Szóval összekötöttem USB kábellel a Norma DS1 DAC-ommal, és a B1-est is összekötöttem AES-ebon keresztül ugyanezzel a DAC-kal. Innen egy darab ugyanolyan NFS1-es ViaBlue RCA kábellel mentem át a Norma IPA 70B-be, és akkor kezdődött előről igazából a tesztelés, hogy most nem a Normán váltottam bemenetet, hanem ugye a DAC-omon váltottam az 1-es és a 3-as között, mert hogy az 1-es az USB, a 3-as pedig az AES-EBU emlékeim szerint. A különbség az elég durva, és igazából nem is arról van szó, hogy a kettő között mekkora különbségben, mert ott is van, de maga az, hogy mit ki lehet hozni futóművekből külső DAC-kal, az egy nagyon-nagyon érdekes dolog szerintem. Szóval az, hogy a Norma egyszerűen csak, ami eddig mondjuk ilyen széles színpad élménynek tűnik, az így kiszélesedik, szóval ez szerintem azonnal meghallja mindenki, mert olyan mértékű, és maga a mélység is. Nyilván az, hogy milyen részletgazdag lesz, meg mennyivel lesz természetesebb, mennyivel változik a tónus, az nagyon DAC függő lesz. Ezt csak azért mondom el, mert nyilvánvalóan lehet így tuningolni az ilyen streamereknek a hangját, hogy keresse hozzá egy olyan DAC-ot, ami egyértelműen jobbat, többet, vagy olyanabb hangot ad, amit te keresel, mint amilyen az integrált DAC-ja. Szóval az M1-esből elég komolyat ki lehet hozni egy ilyen szintű DAC-kal, nyilván azért nem kell ennyire elszállni, mint ez a DS1-es, de most nekem csak ez volt itt, amit így erre tudtam használni. A kettő streamer futómű között, úgyhogy ugye a külső DAC-ot használtam, a különbség az egészen hasonló, mint amúgy egyébként a saját DAC-jukkal hallottam, csak azt gondolom, hogy a maga a mérték meg a mennyiség az, ami sokkal durvább lett ugye a külső DAC miatt. Így azt mondom, hogy a B1-esnek a tere meg minden aspektus azért sokkal-sokkal komolyabb, mint amit itt ugye papíron elkérnek ezért a termékért, de nyilván azért, mert hogy ugye maga a rendszer, ahova kötve lett, meg ami a DAC, amit használtunk, az ugye az szignifikánsan komolyabb. Így azért elég sokáig felhúzható a hangja. Maga az USB-A kimenet, én azt gondolom, hogy azért több fineszességet, finomságot, meg ilyen nagyon apró részletmennyiséget ad. Ilyen grandiózus különbség a kettő között azért nincsen, mit megint azt tudom elmondani, viszont maga az, hogy ezt USB-vel kötöttem össze, a másikat meg AES-EBU-val, az nyilván már alapvetően ad egy különbséget. És ez a különbség ez inkább ebben a fajta kontraszt érzetben jelenik meg, hogy az M1-es azért egy kicsit nagyobbat üt, gyorsabban üt, peckesebb, azt mondom, hogy egységesebb így a hangkép, mint sem a B1-esnél. A B1-esnél még mindig érezni, még külső DAC-kal is egy picit azt, hogy a közép-felső tartományra jobban ráfókuszál, mint a mélyekre, és a mélyek maradnak olyan artikulált, feszes szálkásak, mint amit amúgy a saját DAC-jával is valamennyire érezni. Szóval összességében azt gondolom, hogy teljesen más felhasználásra és igényekre való mind a kettő termék. Nyilvánvalóan az, hogy a B1-esben van Tidal Connect, én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas selling point. Én imádom a B1-est itt használni. Van, hogy például a nagy Norma IPA 140-esre a B1-es kötöm rá, mert egyszerűen csak gyors, egyszerű az, hogy Tidal Connect-e használom. Szeretem a hangját, és nem érzem azt, hogy visszahúzza a hangminőséget bármilyen szempontból. Nyilván, ahogy mögé kötök komolyabb streamereket, úgy hallom, hogy mi történik, de árértékarányban mindig azt gondolom, hogy ez egy brutál opció. A B1-esnek a nagy hátránya, hogy nincsen benne rune, ami szerintem egy elég nagy különbség lesz felhasználó élményben, hiszen hogyha valaki eleve runozik, akkor ez nem jöhet szóba, akkor a legolcsóbb Silent Angel opciónk jelen pillanatban az M1-es.
Az M1-esnek az applikáció, én azt gondolom, hogy elég jól meg van csinálva, viszont a VitoS Lite, ami a B1-eshez való, az valamiért egyszerűen csak gyorsabban működik. Én szerintem ez egy ilyen kibelezett verziója lehet a VitoS Orbiternek, ami ugye a nagyobbik Silent Angel termékekhez való, és ezért gyorsabb. Szóval a VitoS Lite a B1-eshez egy zseni app, hogyha nem Tidal Connect, bár a Tidal Connect szerintem úgyis kiváltja a saját applikációt, hogy tök mindegy. Az M1-esnél, mivel nincsen Tidal Connect, és hogyha te mondjuk nem akarsz runozni, hogy vagy UPnP appot tudsz használni, vagy a saját VitoS Orbiter appját. És én azt gondolom, hogy jól megvan azt csinálva, tehát nagyon szépen, átláthatóan, rendezetten kitaláltak mindent, viszont maga a Tidal részlege pontosan úgy működik, mint a UPnP applikációknak a nagyon nagy százaléka, hogy van egy ilyen alapkeretrendszer, amin keresztül tudod a saját zenédet böngészgetni, meg keresgetni. Hogyha egyszer így mindent beállítasz, meg saját playlisteket csinálsz mondjuk ezen appon keresztül is, akkor ez nem probléma, de van egy ilyen jelenség, hogy ezért szokni kell ezt az applikációt. Hangminőség szempontjából azt gondolom, hogy akinek egy belépő középkategóriás rendszere van, oda a B1-est érdemes választani. Hogyha középkategóriától felfele van valamilyen rendszer, ezt nyilván mindenki maga tudja behatárolni, hogy mennyire feltáró, mennyire részletgazdag, mennyire fér el oda ilyen-olyan streamer, oda én azt mondom, hogy érdemes meghallgatni az M1-est, mert simán lehet, hogy az a középkategóriás szint már az, ahol meghallani a kettő streamer közötti különbséget, főként, hogyha neked egy room kompatibilis eszköz kell, és esetleg opció vagy igény, bocsánat, az, hogy USB kimeneteket, bemeneteket is szeretnél. Még egy utolsó gondolatot meg akartam osztani, ami esetleg fontos lehet a döntés szempontjából, hogyha valakinek a büdzséje inkább az M1-es környékén van, tehát mondjuk azt, hogy ilyen 500 000 forint alatt akarsz maradni, akkor érdemes fontolóra venni azt, hogy a Bremen B1-es és a Forester F1-es nem szól jobban számodra az adott rendszeren, mint sem az M1-es önmagában a saját gyári tápegységével. Mert hogy mind a kettő az ugyanazt a tápot kapjuk, emlékeim szerint legalábbis nagyon hasonlóan néznek ki, és a tápegység cserélgetés az azért hozhat valami extra pici finomságot, amire hogyha igényed van, akkor nyilván ezt így érdemes belekalkulálni a dolgokba. Egy szó mint száz mindegyik Silent Angel streamert és tápegységet tartom itt készleten, polcon, úgyhogy ha nem volt elég segítség ez a videó számodra, hogy döntés hozzál és egy ilyennel szemezel, akkor el tudsz jönni és meghallgatni ezt itt nálam előre egyeztetett időpontban.